A sváb zenét szerető és művelő zenészek színe java mérkőzött meg egymással Pakson a Csengeiben a fesztivál díjért. A Landesstraat magyarországi német énekzene és tánckarok országos tanácsa által szervezett magyarországi német fúvós zenekarok 8. országos fesztiváljának döntőjét Pakson rendezték meg 6 zenekar részvételével. Ők a tavaszi területi minősítő versenyeken kitüntetéses arany minősítést értek el, ezzel biztosították szereplésüket a döntőben. Tolna megyét a paksi Roger Schilling fúvószenekar képviselte a legjobbak között. A mai nap fő célja az volt, hogy megmutassuk a hazai közönségnek, Paksváros lakosságának, hogy a német nemzetiségi hagyományok megélnek. Eddig nem nagyon mertünk ilyen rendezvényt ide csábítani, de sikerült ezt az országos rendezvényt idehozni, ahol a sváb zenét szerető és művelő zenészeknek mondhatom, hogy a színe java mérkőzött meg egy fesztiváldíjért, és ahogy én beszélgettem a zenészekkel, közönségekkel a szünetben, úgy gondolom mindenki nagyon jól érezte magát. Előzetes zsűrizésen átmenő zenekaruk közül csak az jöhetett el majd a meghívásos alapon, akik aranyland kitüntetést kaptak, tehát a legmagasabb elérhető pontszámot a sváb zenekarok közül. A Roger Schilling zenekar 1991-ben alakult. Sajnos már van egy-két alapító tagunk, aki nem zenél velünk, de meghívásra kerültek ők is, és hetente egyszer találkozunk próbán. Jelenleg is a Roger Schilling zenekart hallják, nélkülem is tudnak játszani. Hála Istennek elértük ezt is. Az együttes célja az, hogy minél több fiatalt bevonjunk a köreinkbe, és ezt a muzsikát tovább tudjuk adni a jövő nemzedékének. Remélem sikerül ezt megérni, és még együtt meg is tudjuk hallgatni. Folyamatosan történik az idősebbek mellé egy-egy fiatalnak a beillesztése a zenekarba, hogy át tudják venni ezt a stílust, mert nem elég ott a képet meglátni, hanem ezt el is kell tudni játszani. És úgy képzeljük el, hogy addig, amíg a paksi zeneiskolára tudunk támaszkodni, valamint tolnai zeneiskolára is tudunk, gyakorlatilag a zenekarnak a mondjuk kétharmada paksi, és az egyharmada tolnai, de lehet, hogy már a félhez közelítünk ebbe az arányba. 13-15 rendezvényünk van. Évente szokásosan megcsináljuk a paksi svábbált, és ez rendszeresen van minden évben. Szoktunk játszani a boráldáson, a paksi rendezvényeken, úgyhogy szépen bel van ez osztva egész évre. Többet most már nem is nagyon szeretnénk vállalni, mert sajnos korosodik a csapat. Úgyhogy ez nekünk, ez az évi 15-16 rendezvény teljesen elég. Versenyen egy indulóval kezdtünk, egy sváb indulóval kezdtünk, aztán egy nagyon gyönyörű Ländlert játszottunk, a Kirchweihfest Ländlert, utána jött a kötelező szám, a Glückliches Wiedersehen, utána jött még egy szép valcer, és a legvégén volt egy gyors polka, amivel zártuk ezt a műsort. A zenekar nagyon szép tisztán játszott, meg kell, hogy dicsérjem a tagokat is, akik mindent megtettek azért, hogy ilyen színvonalú produkciót tudtunk majd játszani a versenyprogram alatt és a gálán is. Meg kell köszönnöm a közönségnek is, aki itt volt velünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy a paksi közönség szinte teltházas volt a Kultúraton, és nem csak nekünk tapsolt, de az összes résztvevőnek. A Süli János miniszter által fővédnökölt fesztiváldíját adóján Kovács Pál felelős államtitkár is jelen volt. A fesztiváldíjat a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület vehette át a gálán. Az est folyamán jutalmazták a több évtizedes zenekari múlttal rendelkező tagokat, így Fritz József paksi zenekarvezetőt, valamint Horváth Margita Roger Schilling zenekar első klarinétosa is elismerést, azaz ezüst kitűzőt vehetett át negyed évszázados kitartó zenéléséért. Az ezüst kitűző, amit én kaptam, az 25 éves német zenész pályafutást díjazott. Az én zenekari pályafutásom az egy kicsit korábbra nyúlik vissza, hiszen már 5. koromban elkezdtem a zenélést.
és utána én Pécsett a zeneművészeti szakközépiskolában tanultam tovább, és ott is zenéltem az ottani zenekarba, aztán később a Pécsi Vasutas Fúvó zenekarba, és amikor ide kerültem Paksra, akkor is következett egy újabb folyamat, és amikor 91-ben felkértek arra, hogy csatlakoznék-e az akkor alakuló Roger Schilling zenekarhoz, akkor természetesen igent mondtam. Mi volt az, ami téged erre a pályára vitt, és igazából a zene szeretete felé? A családunkban édesanyám volt az, aki nagyon szerette a zenét, nagyon sok népdalt énekelt nekem már egész kicsi koromban, és teljesen... Hát kicsit mondhatom, hogy véletlenül is alakult ez, mert voltunk egyszer Dunaújvárosban egy orvosi vizsgálaton, amire engem el kellett vinni, és ez pont a zenei általános mellett volt, és azt kérdezte az anyukám, hogy mit szólnék hozzá, hogyha bemennénk és megpróbálnánk felvételizni. És mondtam, hogy hát menjünk. Mert akkor már engem felvettek egy másik általános iskolába, és így pótfelvételivel kerültem be Dunaújvárosba, Móricz Zsigmond zenei általánosba. Azonnal, tehát ahogy elénekeltem a népdalt, eltapsoltam az akkori felvételi kis ritmusokat, egyből felvettek, és ott rögtön a furulya, harmadik osztályban már a klarinét, ötödik osztálytól a zongora, és a zenekar is már kezdődött ötödik osztályos koromban. A zenekarban milyen szereped van neked? Első klarinéton játszom. Hát azt tudom mondani, hogy családtag vagyok, mert a zenekar az egy nagy család. Tehát igyekszik mindenki hozzátenni a maga kis szólamját, ha éppen kíséretet játszik, akkor azt, ha éppen szóló részt, akkor azt, hogy meg tudjon szólalni az a csodálatos muzsika, amit éppen itt a háttérben is hallhatunk. A díjátadón Tornamegyen németségért külön díjat kapott a Roger Schilling zenekar, mely közel 30 éve őrzi a sváb zenei hagyományokat. Országosan és határainkon túl is ismert és elismert formáció.